A birkozás alól végül nem húzták ki a szőnyeget, 2020-ban Tokió ismét olimpiát rendezhet. A török miniszterelnököt Isztambul veresége természetesen felháborította. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Buenos Aires-i közgyűlésén új elnököt is választott a távozó belga Jacques Rogg utódjául, kényelmes többséggel a német Thomas Bach személyében, akit szeret a paralimpiai mozgalom és Angela Merkel is, és aki a doping elleni harc szószólója is volt. Most a volt sporthivatali vezető, pólóedző, újságíró, könyvszerző, nem sorolom, szóval a Sport mindenes Galóbrezső vázolja fel a változások hátterét. Szia jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen. És akkor mi jellemezte ezt az időszakot, ezt a, ezt a 12 évet, ami most lezárult Rog távozásával? Milyen szavakkal, kifejezésekkel tudnád leírni a nob ezt az időszakát? Hát ez egy érdekes korszak volt, megmondom őszintén, ugye Szamarasnak az volt az álma, hogy ő vezesse át ezt az ötkarikás mozgalmat a 21. században, hát ez megadatott neki, de kétségtelen, hogy ennek az utolsó négy-öt éve az, az, az tragédia volt a szervezet, és az olimpiai játékok szempontjából is, hát elegendő, ha csak felidézem, a doping botrányokat, a korrupciós botrányt 1999-ben a nagy doping botrányt, utána a Salt Lake City-vel kapcsolatos korrupciós botrányt, ami sajnos, de hát nem tehetünk erről, ez csak inkább a fordulat kedvéért mondom, itt Budapesten kezdődött 1995-ben, ugye itt kapta meg Salt Lake City nagy fölényel a téli olimpia rendezés jogát 2002-ben, és olyan botrányos körülmények nem között... Nem hogy azokban a luxus mi történt <há> akkor, nem? Így, így van, és aztán ugye a szamarancsnak kellett végig élnie, amíg ezt fölgöngyölték, és hát az olimpiai bizottság tekintélye alaposan megcsapant. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy jó lehet egy szintelen embernek volt elkönyvelve Jacques Kroger, ez a belga vitorlázó három olimpián vett részt, tehát egy aktív sport, ismert sportember, és érdekességképpen a belga baseball válogatottnak is tagja volt, ez elég furcsa, mert ez a két sportág elég távol áll egymástól. Na, a lényeg... a, akkor azt lehet mondani, ő, ő, írjuk az ő számlájára, azt is már hogy pozitív értelemben, hogy, 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 itt most ugye a baseball nem került be az olimpia műsorára, tehát a részrehajlás Igen. nem lehet elmondani. Ismerve Roggot, el tudom képzelni egy halatlanul egyenes az átláthatóságot és a tisztaságot nem csak önmagától, mindenki mástól megkövetelő vezető volt. Igaz, hogy egy kicsit szintelen volt, de a szamarancsi úgymond diplomatikai furfangok után, a sok klik egymással való vetélkedése után egy megközelíthetetlenül elszerint működő ember volt, erre volt szüksége az Olimpiai Bizottságnak, és a másik dolog, amiről nem feledkezzünk meg, hiszen mindenki a pénzből él, hogy ez a 12 esztendő minden korábbinál nagyobb bevételekkel jutalmazta az Olimpiai Bizottságot, Természetesen, hogy közrejátszik ebben az a hatalmas változás, amit a televíziónak köszönhet az olimpiai mozgalom, nevezetesen, hogy az olimpiai játékok, az ifjúság és a sport, a fair play hát főszerepet játszanak. De a televíziós közvetési és díjak, azok az egekbe szöktek, és soha ilyen jó lét nem köszöntött az olimpiai bizottságra, és tulajdonképpen ez is Roggénak köszönhető volt, nem szólva arról, hogy mindenki nagy bizalommal fogadta, mert ő nyilvánosan könyvelte az összegeket, és megváltoztatta az elosztási módot is. Tulajdonképpen a, a NOB fenntartására egy kis összeget félretett, a többi pedig mind a vagy a szervezőbizottságok, vagy a Nemzeti Olimpiai Bizottságokhoz került, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság programjaira. Mit lehet mondani a Roge érában a korrupció visszaszorításáról, és mit lehet mondani a másik rákfenéről, a doppingról? Hát a doppingról jó lehető orvos, ugye, bár hát tulajdonképpen ortopéd sebész, de ő már korábban is dolgozott egy másik híres belga orvossal együtt, mer Roddal, az Olimpiai Bizottság orvosi bizottságában, amelyik tulajdonképpen felelős volt a, a NOB dopping politikájáért. Na most, Rog igyekezett nagyobb hatáskörrel felruházni a Vadát, ugye az Olimpiai Bizottság doping ellenőrző társaságát, és most, még mielőtt lelépett, egy új, egy brit vezető vette át a Montrealban székelő testület vezetését. De hát ez egy borzasztó nehéz ügy, tudjuk nagyon jó, amit a legegyszerűbben úgy tudnék leírni, hogy mind a doping használat, mind pedig a doping ellenőrzés a két ellentábor kiváló tudósokkal dolgozik, és igyekeznek egymást megelőzni, hát ez egy elég nehéz kérdés. Nem véletlen, hogy az utóbbi időben többet hallunk arról, hogy ha hagyjuk a dopingot, Igen, hagyjuk a dopingot, a hangot, és akkor halljuk. az egyenlőség elvének eleget teszünk, meredek elgondolás, ez én tudom, de végtére is, akkor a, ha belegondolunk, akkor az ellenőrzést áttennénk az orvosi szakmára. És lehet dopingolni, addig, ameddig az egészség rovására ez nem megy. Ha az egészség rovására, hiszen a sportoló maga vállalja fel, illetve az orvosi stábja, akkor megtaláljuk azt, aki az orvosi stábot, és örök eltiltástól kezdve különböző szankciókat lehetne bevezetni. Uh -huh. De hát ez csak egy hipotézis, nem, nem az én véleményem, csak olvastam ezekről. Azt mondnak, hogy mit érdemes és mit lehet tudni Thomas Bakról az új német elnökről. Ugye azt már említettem, hogy a paralimpiai mozgalom vezetője üdvözölte, ott nagyon jó véleménnyel vannak róla, és hát nagyon erős támogatói vannak. Más tekintetben viszont gyakran elhangzik róla, hogy egy, hát egy eléggé kíméletlen és kigondolt karrierista. Na de a két dolog nem biztos, hogy biztos Igen, érdekes egyéniség. Azt lehet tudni róla, Würzburgon született, ott végzett egyetemet is, és ott lett egyetemi tanár is, egyébként pénzügyi szakember, és különböző nagy pénzügyi szervezeteknél töltött be elnöki pozíciót, tehát a gazdasági ügyekben ő abszolút otthon van, tudni kell róla az is, és ez egy, egy, egy különlegesség, hiszen azt mondhatjuk el róla, hogy az első olyan olimpiai bizottsági elnök, aki maga is olimpiai bajnok volt. 1976-ban Montrealban a német tör, férfi törcsapatnak volt a tagja, amelyik olimpiai bajnokságot nyert. Megjegyzem, hogy a magyar vívósport akkor is az egy szoros kapcsolatban volt a németekkel. Schwarzenegger Ildikó nyerte, egyébként négy aranyat nyertünk csak Montrealban, de az egyik okay. vívás volt, tehát ott a bak közelében történt. Nagyon jól ismerte a magyar vívókat, különösképpen Schmidt Pált, akivel összehasonlítható a karrierje a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon belül. Különlegessége, hogy talán annyit még elmondanék, hogy, hogy tulajdonképpen eddig ő a kilencedik elnöke a NOB-nak. Egyetlen egy ember, Every Brandage, a csikágai milliómos, volt nem európai. Összes többi minden. Tehát minden európai volt. És hát Thomas Bakról talán annyit hogy jó barátságban volt Schmidt pállal is. Na igen, és de azt, ezt fogja-e hangoztatni, tehát profitálhatunk-e ebből? Hát a profitálásról talán csak annyit, hogy nincsenek véletlenek, hogyha figyeltük az újságokat, igaz, hogy csak néhány sorban jelentez meg, de másfél-két hónappal ezelőtt olvashattuk, hogy Borkai Zsolt, aki szintén a bajnok és a Magyar Nobel Bizottság elnöke Schmidt párt követően, Schmidt párt természetesen továbbra is tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, volt kosztársági elnökünk, és Borkai megtalálta a lehetőséget arra, hogy látogatás, munkalátogatást tegyen Baknál, aki akkor már készülődött a 125. közgyűlésre, Buenos Airesre, de természetesen, hogy Időt talált arra, hogy a magyarokkal külön leüljön, tárgyalni. A részint a magyar és a Német Olimpiai Bizottság közötti kapcsolatokról, ezek továbbfejlesztéséről, szélesítéséről, és hát nyilván, hogyha ezt az újságot nem is írták meg, de hát arról is szó esett, hogy mi történjen majd Buenos Airesben, amikor a következő elnökét választja a testület. Tehát mi támogatók vagyunk. A végére értünk, azt annyit mondj még meg, hogy a birkózásról csak egy mondatot beszéljünk. Ezzel a döntéssel, az olimpiai műsorán való megmaradással szerinted Hosszú távon eldőtt a birkozás sorsa, Damoklész kardja széttörte, vagy pedig, hogy ilyen gyönyörű képzavarral éljek, vagy még ott lebeg a szőnyegek fölött? nem lebeg ott. Igazából, aki ismeri a történetet, tudja, hogy valójában nem szakmai érvek miatt került le a birkozás, vagy volt olyan veszélyben, hogy lekerül az olimpiai programába. Ott komoly személyi kérdések voltak, illetve az, a az volt hogy a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság figyelmeztetéseit, felhívásait, nem vette figyelembe az akkori Nemzetközi Birkózó Szövetség, és a NOB ezt megelégelte, nem is hagyhat ilyen precedenst. Tehát a nob a hatásköréről, tekintélyéről is volt inkább szó, hiszen a birkózás nem csak a hagyományok miatt, de hát tulajdonképpen megtette, a olimpiai program szempontjából is a fejlődés igényeinek megfelelő lépéseket, hiszen például a hölgyek előtt kinyitott a kaput, nem is olyan régen. Nem beszél arról, hogy ez nekünk különleges szempont, és itt, hogyha megengedez egy talán egy, egy picit rendhagyó dolog, de a kedves nézők számára elfogadható, hogy megemlékezünk csak egy fél pillanatig Gulis Györgyről, tegnap halt meg, birkozó világbajnokunk és természetesen, 84. hogy olimpikon volt számos alkalommal. A magyar birkozás az egyik legsikeresebb olimpiai sportágunk, 19 aranyéremmel, elegendő csak Weissrichardot említeni az első aranyérmesünket, már 1908 Londonban, Hegedűs Csaba, a századik magyar aranyérem, hogy összesen legendák. Na most az a helyzet, hogy valószínűleg akkor jó hírekkel szolgál számunkra a Bajnoszároszi közgyűlés, vagyis mind a birkózás, mind bak zene lehet a füleinknek. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.